Amikor egy ilyen esemény történik, akkor mindenkiben felmerül ez, hogy hogyan lehetne megelőzni. A megelőzés az részben a lakosokon és részben a közösségen múlik. Itt jelen esetben ugye egy társasházban történt ez a tragikus eset, így egy közösséget érintett, mindig nagyobb visszhangja van egy ilyen történetnek. Fontos az, hogy a lakosok, akik egy ilyen ingatlanon házban, lakásban laknak, tisztában legyenek azzal, hogy vannak bizonyos szabályok, amiket hogyha betartunk, akkor kisebb a tűzkockázata, egy lakástűz, és hogyha esetleg történik egy ilyen tragédia, akkor a kiterjedése is kisebb lehet. Égő dohányneműt például olyan helyre eloltást követően dobjunk, nem éghető edényzetbe, más éghető anyag mellé ne helyezzük el, gyertyát, ha gyújtunk, rokonokra emlékezünk, vagy egyéb más alkalomból, akkor nem éghető alátét alá rakjuk. Ez felügyelet mellett legyen mindig, tehát ne felejtsük el azt, hogy ne hagyjuk ott, ne hagyjuk el a helyiséget. Hogyha elektromos fűtőeszközt használunk, minden esetben meg kell arról győződni, hogy ez a fűtőeszköz ez jó műszaki állapotban van, és rendeltetésének megfelelően használjuk. Ne takarjuk le, ne szárítsunk vele ruhaneműt, mert ebből is több esetünk volt. Fontos még megemlíteni, hogy nagy kockázat a legtöbb eset nálunk a konyhai berendezések használata, tehát sütés-főzés során fordul elő. Ha meggyulladna az olaj, ne vízzel oltsuk el, hanem takarjuk le, vagy vizes rongyal, vagy fedővel, és akkor így megelőzhető a nagyobb káresemény. Gyakori ok még nálunk a villamos rendszereknek a meghibásodása. Itt célszerű ezeket a rendszereket felülvizsgáltatni, hogyha még régi, nagy isten alumínium kábeles a rendszerünk, akkor célszerű lehetőség esetén cseréltetni újabb rendszerekre. A megelőzés az nem csak arról szól, hogy az adott ingatlanon belül, hanem ha társasházról beszélünk, akkor a közös terekről is szót kell ejtsünk. A közös tér az azért fontos, mert ugye van egy menekülés útvonal, történik egy baleset, egy káreset, akkor azt el kell hagynunk. De ne csak magunkra gondoljunk, hanem a beavatkozó tűzoltókra is. Tehát, hogyha mi ismerjük a helyszínt és tudjuk, hogy ott valamit szoktunk tárolni, a tűzoltó, aki jön nekünk segíteni, nem biztos, hogy tisztában van ezzel. Tehát fontos feladatunk az, hogy a közös teret hagyjuk szabadon, éghető anyagtól mentesen. Amiről én még szeretnék beszélni, hogy a tűzesetek mindig kérdés szokott lenni, hogy mit tehetünk, vagy hogyan avatkozzunk be. Ugye nem mindegy, hogy egy adott tűzeset egy kisebb tűz, vagy egy nagyobb tűz. Ha egy kisebb tűzzel általában mindenki meg tud birkózni. Ha úgy érezzük, hogy az egészségünket és a biztonságunkat nem veszélyezteti, akkor megpróbálkozhatunk. Ha nem sikerül, vagy ez a tűz egy nagyobb tűzzé terjed ki, akkor az elsődleges feladatunk az, hogy elhagyjuk a helyiséget. Ha van ott velünk gyermek, vagy egyéb családtag, akkor őket is ugye felhívjuk és elhagyjuk velük a helyiséget, és csukjuk be az ajtót, de ne zárjuk be. Ez azért fontos, mert kevesebb oxigén jut a tűznek, és kevésbé tud kiterjedt lenni. Tehát sokkal nagyobb tüzekkel találkozunk, hogyha nyitva van az ablak, ajtó, intenzívebb tud lenni az égés. Ez azért fontos. Hogyha nagyobb lesz a tűz, elhagytuk a helyiséget, becsuktuk, de nem zártuk be, akkor fontos feladat még az, hogy a 112 segélyhívón jelezzük ezt a tűzoltók felé. Milyen információ az, ami a tűzoltónak fontos lehet? Milyen helyszínen vagyunk? Mi ég? Mit veszélyeztet? Van-e életveszély? Illetve a saját számunkat adjuk meg, mert előfordulhat, hogy visszahívnak még más információért is. A tűzoltó örül neki, hogyha füstérzékelőt, szénmonoxid érzékelőt szerelnek föl. Ez mindenkinek a saját döntése, ugye ez egy anyagi befektetés, ami megtérülhet bizonyos esetekben. Tehát ha alszunk, segít a szénmonoxid érzékelő is, hogyha nyitott tüzelőberendezés vagy égésterű tüzelőberendezés van, illetve a füstérzékelő is legalább egy konyhahelyiségben vagy egy jól elhelyezett helyen nagy segítség lehet. Amit még szoktunk javasolni, hogy egy tűzoltókészülék nem biztos, hogy egy nagy tétel, viszont hogyha egy ilyen eset van, akkor nagy segítség tud lenni nekünk. Amit még megtehetünk, hogyha az ingatlant elhagytuk és tűz van, az, hogy tudjuk, hogy hol vannak a közműelzáróink. Tehát egy gázelzárás, egy villamos szakaszolás, az nagy segítség lehet, a későbbi nagy károkat is meg lehet vele előzni, illetve ne felejtsünk el egy társasházban az ott élő többi lakó figyelmét is felhívni, hogy tűz van nálam, mindenki hagyja el, akár kiabálással, ahogy megyek végig, dörömbölök, szólok mindenkinek, hogy értesüljenek róla. Sokszor az szokott lenni a probléma, hogy a lakók értesülnek róla, de még nincsen tűzoltó, nem hagyja el, és utána már a lépcsőház füsttel telítődik, és állarcban kell lehozni a személyeket, tehát ez egy problémás. Hogyha halljuk, hogy ilyen van, hagyjuk el. Amit el tudok mondani, hogy eddig jelen pillanatban a területünkön ebben az évben
12 darab esemény volt, annak egy jelentős része elektromos és konyhai tűz, de volt még dohánynemű tüzelőfűtő berendezésből, illetve egy koszorú tűzünk is volt ebben az évben.